Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Május 30-án újra portál napban. Kinyílik egy égi kapu a plejádok felé. Ennek van gyógyító hatása. Segít abban, hogy áttegyük magunkat a félelmeken, a bizonytalanságokon. Az, hogy mikor van egy portál nap, ezt a maják számították ki, a forrás az a maja naptár, amiről naponta beszámolok a Facebook oldalamon. Dendera Susanna Medici, ott megtalálható. Ezen a portál napon, 30-án tartok egy szertartást, ami este 11 órakor kezdődik. És hogy miről van szó, pontosan arról beszámolok ebben a videóban. A maja naptárban vannak hullámok vagy rezgések. Egy hullám 13 napig tart. Ez a majáknál egy misztikus szám volt, és ők úgy gondolták, hogy a 13-as szám szerencsét is hoz. Ez a 13-as szám, vagy egy hullám, ez olyan, mint nálunk a 7, csupán nálunk 7 napig tart. Ez a portálnap május 30-a a 14. hullámban van, és az azt jelenti az egész hullám alatt, hogyha vannak elképzelések, akkor most meg lesznek az alapok, amire ezt ki lehet építeni. Ez a portál nap május 30-a az a 9. nap ebben a 14. hullámban, és ez korlátozásokat jelent. Vagy saját magunk korlátozzuk magunkat, mert nincs meg a hitünk, vagy vannak félelmek, vagy nincs meg a bátorság ahhoz, hogy valami újat kezdeményezzünk, bizonytalanok vagyunk. De ez a korlátozás lehet külső befolyás is. Mint például, hogy valaki beleavatkozik a dolgaidba, vagy valaki kritizál téged, vagy valaki rossz tanácsokkal lát el téged, megpróbálja elterelni a figyelmedet arról, ami számodra fontos lenne, vagy egy bizonyos személytől. Emiatt kialakulnak a bizonytalanságok, amin át kell tennünk most magunkat. Ebben a maja naptárban, ami tulajdonképpen ez a forrás, ami a portál napokat illeti, vannak bizonyos szimbólumok. Ezen a napon, május 30-án Etznáb uralkodik, és Etznáb az egy tükröt jelent, ami a képen látható. Valami tükröződik az életedben, és ezekre a dolgokra kellene most odafigyelni. Ez is lehet egy külső befolyás, de szerintem ezúttal arról van szó, hogy ez a tükör, ami most tükröződik számodra, ez jót akar, hogy legyenek változások, figyelj oda ezekre a jelekre. Az is lehet, hogy te tükrözöl másoknak valamit, hiszen szeretnéd azt, ha mások odafigyelnének arra, hogy te mit, hogyan tervezel. Az is lehet, hogy belepillantasz a tükörbe, és vagy elégedett vagy a külsőddel, vagy nem. Akkor ez a tükör azt közli, hogy fogad magad el úgy, amilyen vagy. Ha úgy érzed, hogy valamit változtatni kellene, ezt persze megteheted. Az a fontos, hogy légy magaddal, a személyiségeddel vagy a külsőddel
egy hangban. És mondd ki azt, én olyan vagyok, amilyen, és én elégedett vagyok magammal, a fellépésemmel, a tulajdonságaimmal, a tehetségemmel, és elégedett vagyok a külsőmmel. És ezek a témák ezen a portálnapon most röviden összefoglalnám. Amit ez a szertartás jelent ezen a napon, hogy segít abban, hogy áttedd magad a félelmeken, hogy meglegyen a gyógyító erő, hogy észrevedd azt, hogy ki mit tükröz számodra. Azon kívül, hogy tekints a tükörbe, légy elégedett magaddal. Azt is jelentheti, hogy vannak tervek, amit most meg tudsz valósítani, hiszen megvannak ehhez az alapok, de még vannak korlátozások. Lehet, hogy ez a nap 30-a nem alkalmas arra, hogy indíts valamit, hiszen itt még tükröződik számodra valami, amire még oda kellene figyelni, és várni a megfelelő időpontra. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy azt, hogy jelenleg mi tükröződik számodra, és meglátogathatsz a Facebook oldalamon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!